Ebben a videóban fogom azt megmutatni önöknek, hogy hogyan lehet elindítani a websétáinkat offline módban, tehát internetes kapcsolat nélkül. Ehhez ugye minden megrendelő, aki ilyet igényel, kap tőlünk egy mappát, ez a 3D websét a mappa, ebben a következő elemek találhatóak. Ami nagyon fontos belőle, ez a Carpano Testing Server nevű alkalmazás, mivel ez fogja megjeleníteni a websétánkat offline módban. Jó, vágjunk is bele, rákattintok kétszer a Carpano Testing Server alkalmazásra, és akkor kapok egy ilyen kisebb ablakot, amiben nekünk nagyon fontos része a lokál folder. Értelemszerűen ide a lokál folder mappába betallózom azt, ahol elérhető, tehát ahova mentettem ezt a 3D websét, a fájlunkat, mappánkat. Ezt ugye kétfajta módon is lehet, fogom, fájlkezelővel dolgozok, akkor Ctrl-C-vel kimásolom, és Ctrl-V-vel bemásolom, vagy pedig Browse, és akkor szépen itt a könyvtárs szerkezetekbe mászkálva betallózom. Jó, ha ez megvan, akkor kapok egy szerveradresszt ide alulra, és ezre kell rákattintanom, és elindítanom. Erre most rákattintok, ez egy böngészőben megnyíló, mondhatni ilyen IP címes megoldás lesz. Jó, és már mind működik is a sétánk. Szuper. Ugye körülbelül ezt látjuk az interneten keresztül is. Így remekül lehet benne forogni, mozgatni. Jó, ha tovább megyek, akkor így ugyanúgy működik, tehát a nyilakkal is lehet köztük járkálni. És így szépen a forgókörbe nézni. Jó, a szintek között is lehet lépkedni, tehát ugyanúgy működik minden, mint az interneten. Voltaképp ilyen egyszerű az, hogy elindítsuk helyi gépen, ami nagyon fontos, hogy a Chrome böngésző javallott, tehát ebben 100%-osan elindul, és ebben a leggyorsabb maga az alkalmazás, a websita futtatása is offline módban. Más szerintem nem is tartozik ide, tehát a Carpano Testing Server nevű alkalmazást kétszer elindítjuk, és akkor a lépéseket követve már is futathatjuk a websétánkat offline módban. Köszönöm a figyelmet!